Gratulálok először is, Donina. Az első fél ugye nagyon könnyen ment, nagyon jól is játszottatok, nagyon jól is dobtatok, és aztán a harmadik negyedben nem volt az igazi a játék. Mi történt ott veletek? Igen, ezt is köszönjük szépen. Hát sajnos olyan, mint hogy egy picit az öltözőben maradtunk volna, pedig pont azt kérte az edző, hogy menjünk, és a harmadik negyedben még egy kicsit tegyünk rá egy lapáttal. Sajnos nem sikerült, de nagyon örülök neki, hogy a végjátékban összeszedetten tudtunk játszani, és megvalósítottuk azt, amit kértek tőlünk. Köszönöm, és akkor ugye ezzel megmaradt az esélyünk a továbbjutásra. Ugye nyilván is ezzel számoltok, hogy szeretnétek újra megverni a Pinket, és aztán majd a moszkvai csapatot is. Persze, így van mindenképpen, meg nagyon fontos volt ez a győzelem. Most ugye jön egy kisebb szünet, azért nem lett volna jó, hogyha így fejezzük be ezt az etapot, úgyhogy örülök neki, hogy a szünet után úgy jöhetünk vissza egy önbizalommal, és akkor onnantól kezdve tovább folytatni ezt, amit eddig is megcsináltunk. És neked hogy fog telni a szünet? Tényleg szünet lesz? Hát igen, ez egy másik kérdés, ugye válogatottal felkészülés kezdődik hétfőn, nyilván ott is nagyon fontos mérkőzéseket játszunk, ugye szeretnénk tovább jutni a jövő évi Európa-bajnokságra, és hát készülünk özelővel arra is, úgyhogy szombaton várunk mindenkit szeretettel a Lauberbe, mert fontos meccs lesz. Köszönöm szépen, és akkor sok sikert a válogatottal is! Köszönjük szépen! Itt áll mellettem Lukács Béla, a Peac Pécs fizikoterapeutája, aki a kezdetektől kezdve itt van a Peac Pécse. Béci, hogy tetszett a mai mérkőzés? Hát, nyertünk. És egyéb bővebb észrevétel? Nehezen nyertünk, megyünk tovább. Oké, és ugye tegnap volt a születésnapod, amihez itt is ezután is gratulálunk. Hogyan telt neked ez a jeles nap? Edzés után hazamentem, lefeküdtem, majd ünneplünk a jövő héten. Lesz mit ünnepelni? Lesz, hát gondolom lesz. Most nyertünk, a válogatott szünet van, lesz időnk. Nyugodtan elmehetünk bárhova. Köszönöm. És mit gondolsz a Peac Pécsnek az eddigi rész szezonjáról, ugye, amit eltelt október-novemberben? Eredmények szerint ez extra, tehát egy vereséggel vagyunk a magyar bajnokságban, a nemzetközibe. Tovább juthatunk, ha megverjük még egyszer a Pinket, meg megverjük itt hattal a Moszkvát, úgyhogy nem lehet panasz. Oké, reméljük, hogy minél tovább megy majd a Peac Pécs szekere. Köszönöm szépen, Béci, és jó egészséget kívánok! Köszönöm. Ugye még te említetted nekem, Kriszta, hogy derbi hátán jön itt a szezon első felében, de eddig a derbiket elég jól tudjátok hozni, ugye kétszer is nyertetek itt a Gandiban, amihez gratulálok. És mit gondolsz, hogy minek volt köszönhető ez a mai győzelem? Elsősorban annak, hogy az első fél időben olyan jó ritmusban kosárlabdáztunk, védekezésben és támadásban is. Második fél időben kicsit voltak gondjaink, főleg a védekezésünk puhult, úgyhogy felhoztuk őket gyakorlatilag. De hál' Istennek van tartása a csapatnak, és küzdöttünk a végéig, úgyhogy sikerült ezt is behúzni. És akkor innentől kezdve gyakorlatilag mondhatjuk, hogy reális célkitűzéssel vált a továbbjutás a csoportból? Természetesen, szerintem már az elejétől kezdve az volt a cél, hogy tovább jussunk. Most azt hiszem úgy van, hogy holnap, hogyha a törökök nyernek, akkor a saját kezünkben van a sorsunk. Nyernünk kell még két meccset, és akkor tovább megyünk. És hogyan értek el a Peac Pécsnek az eddigi rész szezonját itt az elmúlt két hónapot? Azt gondolom, hogy folyamatosan fejlődtünk, egyre jobban és jobban játszottunk. Itt a Győr és a Kayseri ellen egészen látványos és jó játékot mutattunk már, és remélem, hogy ugyanígy fogjuk folytatni a továbbiakban. Oké, és akkor köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer. Boris, ugye először is neked is gratulálok a győzelemhez, és ugye megvan az első Európa-kupa győzelem. Mit mondtál a lányoknak a szünetben, az öltözőben? Hát azt mondtam, hogy ugyanaz ritmusban kell folytatni, ahogy volt is első fél idő, agresszív, videkéz, majdnem egész pályán, de ők elmentek hátra kicsit, és akkor voltunk kicsit laza, gondolunk, hogy meccs talán már vége van, de meccs 40 perc van. Ellenfél beállt a zónába, zóna ellen kicsit impotens voltunk, de utána végig jó, minden jön a helyre, nyerünk is, gratulálom csoportnak, kis csoport most megy néhány nap a pihenés. És hogyan fog tenni majd a pihenés után ez az időszak, ugye amíg a válogatott is Pécsett edzőtáborozik? Hát igen, mert mi csoportból három játékos megy válogatba, Egle megy litván válogatba, Szánya szerb válogatba, úgyhogy kevesebb leszünk, de muszájunk dolgozni, hogy maradunk ritmusba, és utána, hogy frissen, kicsit frissen folytatunk bajnokság és Európa kupa versenyt.
Oké, nagyon szépen köszönöm, és még egyszer gratulálok, Boris. Köszönöm.